A PÁNK szervezésében Budapesten zajlott interaktív konferencia szünetében a HÍD 2002 alapítvány a Zempléni Zenész Mustra, a Zempléni Amatőr Zenekarokért regionális konferenciát tartott. Mi kell ahhoz, hogy egy jó zenekar befusson? Szerencse, tudás vagy esetleg jó háttér? Ilyen kérdések merültek fel a tanácskozáson. Én megpróbáltam egy alapot biztosítani ennek, az összefogásnak, hiszen a legnagyobb érv az állami kategóriákból, vagy az állami szinterekről, hogy a helyi összefogásokat kell erősíteni ahhoz, hogy az állam is mellé tudja tenni. Na most a célunk az, hogy a helyi kulturális kerekasztalokban és a helyi kulturális bizottsági munkákban, a különböző elbírálások keretében ez a kortárs könnyűzenei kultúra, tehát az amatőr zenészek is kerüljenek be. A sárospataki konferenciára Budapestről a HÍD 2002 alapítvány kurátora is leutazott. Ő a rockzenészek helyzetét értékelte. Mi arra esküdtünk annak idején, hogy megpróbáljuk egy kicsit lelket verni azokba a zenészekbe, illetve művészekbe, akik egy kicsit már erejüket vesztve próbálnak valahova téblábolni úgy az életbe, kicsit őket összeszedni, egy csokorba fogni. Hát a magunk módján segíteni, természetesen nekünk ilyen szinten már van tapasztalatunk, akár koncertszervezésben, akár lemezkészítésben kapcsolatok, stb., amivel mi hozzá tudunk járulni az ő esetleg karrierükhöz, vagy bármiben segíteni őket. A zenekarok tagjai között a közös együttgondolkodás ezen a napon, és elmondásuk szerint máskor is megvan, de emellett vannak gondok. Én úgy gondolom, hogy alapvetően olyan problémákról beszélgethetünk, amelyik problémákkal minden zenekar szembenéz. Elsősorban, hogy nincsenek fellépési lehetőségek, nincsenek meg azok a helyek, azok a klubok, itt egy akár egy 50-80 kilométeres körzetben sem, amelyek biztosítanák a zenekarnak a folyamatos fellépési lehetőséget és gyakorlást. Az élőzenére és a közönséggel való aktív kontaktot, valamint ugye hát nyilván sok minden más zenekarnak anyagi problémáink vannak, ugye itt egy lemezkészítés is komoly anyagi kihívás jelent a zenekarnak. A zenekar a mai világban, mai trendeknek megfelelően meg szeretne szólalni jó minőségben, ahhoz nagyon jó hangszerek kellene, nagyon jó technikák, és ezek nagyon sok 100 000 forintba kerülnek. A sárospataki konferencia legfontosabb célja az volt, hogy összefogja a zempléni amatőr zenekarokat.